Krisztián dolgoztat engem, de nem baj, nem bánom. Dr. Hevesi Kriszta van itt velünk, hát ő volt mai szakértő vendégünk. Izzottak a vonalak? Izzottak, de nem ebben a témával kapcsolatos. Érzelmi zsarolás senki nem vállalja föl, vagy? Hogy ez érdekes módon kevésbé, sokkal inkább a szülés utáni, hogy hogyan térjünk vissza az intimitásra, de ez majd egy következő témánk lesz. Itt egyébként még itt az érzelmi zsarolásra. A nézőket? Vagy? Igen, érdekes, amióta itt ülünk, azóta az ott ez a téma. Igen, egyébként még itt az érzelmi zsarolással kapcsolatosan. Az egyik, ami fontos, az, hogy valahol az érzelmi zsaroló viszont manipulál. Tehát erre egy példát hadd mondjak, tehát a nyílt agresszív az azt mondja, hogy nem mész el a barátnőkkel bulizni. A manipulatív eléri azt, hogy te magad döntsél úgy, hogy nem akarsz elmenni, tehát, hogy oké, persze, menjél, tehát ne gondold arra, de hát azért tudod, hogy nekem, a lényeg az, hogy... Ez nem baj, majd semmi baj, majd én megcsinálom. Na igen, szóval ez az egyik, a másik pedig, csak azért mondom, mert egy kicsit azért tényleg itt az első felvonásban túl rózsaszínre vettük azért ezt a témát, a másik pedig az van az aktív formája, tehát egy kicsit paradoxul hangzik, tehát a passzív-agresszívnek az aktív formája, ahol ez a dupla érzelmi kommunikáció van, tehát ez a nagyon nyájas valaki, de közben beléd vágja a nagy kés. De jól áll ez a pulóver, nagyon csinos, a édesanyámnak van ilyen. De durva tudom, hogy nők között főleg, igen, az nagyon... Jaj. Ezt ilyen időskorban is hordják még ezeket a tudod, ilyeneket, és akkor teljesen átadom, és a másik így befagy. Így van, ez elsősorban ugye a nők közti kommunikáció, és ez viszont már egy aktív agresszió, mert ugye erről is beszéltünk, hogy mennyire tudatos, mennyire tudattalan. Akkor tudattalan, és akkor egy úgymond ártatlan, hogyha valaki azt tanulja meg, hogy nem fejezheti ki a saját vágyait, a saját gondolatait, hogy mit szeretne elérni, ezért kénytelen ilyen megteszem, de aztán végül mégsem, ilyen kerülő úton ezt megvalósítani, és ez viszont, amit itt mondtam, ez viszont már azért egy aktív formája. Azért ez a dominancia harc eszköze is éj módon. Tehát nem csak, hogy elérjük a célunkat, hanem hogy pozícionáljuk ugye magunkat, hogy hát akkor én fölötted vagyok, úgyhogy én beszólogathatok nyugodtan, meg okozhatok neked ilyen érzelmi sérüléseket. Igen, amit egy ilyen nagyon kulcsmomentum, tehát ami már itt elhangzott, hogy valahol, amikor azt veszük észre, hogy nem kettőnk közt van a konfliktus, hanem bennem zajlik. Tehát aminek pedig két ember közt kéne ilyen értelemben lezajlania. És még egy dologra, ha már itt ennyit beszéltünk a baba-mama viszonyról, szóval az nagyon fontos, hogy minden a mama valahol, ez egy ilyen pszichológiai kijelentés, hogy megalkotja a gyermekének az érzelmi kifejező eszközét. Tehát azt, hogy milyen érzelmeket enged meg. Tehát így például mondjuk bünteti azért, ha negatív érzelmet fejez ki. Akkor a gyerek azt tanulja meg, hogy csak a pozitív érzésekkel szabad. Ez nagyon összefügg ez a téma. Sőt, azt is, hogy milyen erősen fejezhet ki. Nekem számomra az egyik ilyen legerősebb mondat az, amikor mondjuk anyuka odaszól a gyereknek, hogy kislányom, jobban örülj a nagymamának. Tehát nem csak az, hogy örülj, lehet, hogy a gyerek nem akar örülni, hanem még azt is, hogy milyen mértékben fejezze ki az érzelmeit. Úgyhogy ezért egyébként, és ha már itt ilyen témákról beszélünk, szóval valahol azt gondolom, hogy itt a szülés után sokkal fontosabb téma lenne arról beszélni, hogy hogyan tud a kis újszülött aztán úgy érzelmileg integrálódni a családba, mint sem az, hogy két hét múlva hogyan vesz föl valaki bikinit, amire pedig sajnos mai világunkban a legnagyobb fókusz helyeződik, hogy hogyan tudunk rögtön úgy kinézni, mint egy fitness modell. Nincs más bekerülnünk, Kriszta, az előadásodra. Ezt így lehetetlen pár percben megbeszélnünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és rendeltél.